Gyerekzsivaj és szirénaszó, tűzoltó autók és maszkok, sorakozó csoportok és segítőkész egyenruhások. Bár elsőre úgy tűnhet, nem a szekszárdi gyakorló óvoda gyulladt ki. Katasztrófavédelmi napot rendeztek az egyetemen. A program a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kar és a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság együttműködésének köszönhetően jöhetett létre. Együttműködik két nagyon-nagyon fontos intézmény a tekintetben, hogy a helyiek biztonságérzete erősödjön. Ennek az együttműködési megállapodásnak a gyújtópontjában egy közös oktatási, képzési, tájékoztatási program van, amelynek keretében próbáljuk a területtel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, ismereteket eljuttatni mind a hallgatóink felé, mind más érdeklődő polgárok felé. Különösen a pedagógus képzésben résztvevők számára fontos az ismeretek elsajátítása, ugyanis esetükben nem elég, hogy tudják a tennivalókat, de ezt megfelelő módon át is kell adniuk a gyerekeknek, mondják a szakemberek. A demonstrációk során a gyerekek viszont első kézből tapasztalhatták meg ezt a világot. A rendelkezés álló technikai eszközeink mellett készültünk egy úgynevezett füstátorral, ahol a fiatalok és akik kipróbálják, azok megismerkedhetnek azzal, hogy a kollégáim milyen körülmények között végzik a munkájuk a tűzoltás során. Ezen kívül egy tálcatűzoltási bemutatót hoztunk, illetve egy konyhatűz szimulációt hoztunk még. A szervezők szerint az élményközpontú nap segített közelebb hozni a fiatalokhoz a rendkívüli események kezelésének módjait.